vagyunk már egyébként, a papagáj körülbelül egy olyan, hát majdnem egy méternyire van tőlem. Hozzám közelebb azért Hanga Zoltán van, a Fővárosi Állatkert szóvivője, és Pilmayer Mihály állatgondozó, és hát ezt a papagájt úgy hívják, hogy Kartács, és tulajdonképpen arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mondjuk ilyen állatokat, ilyen madarakat otthon tartani úgy, hogy az tényleg olyan legyen, hogy azt ő is élvezze, ne csak mi. Gondolom, hogy nem ekkora papagájokról van szó, mert hogy egy ilyen papagájt azért nem szoktak emberek otthon tartani, vagy igen? Misivel arról beszélgettünk, sok szeretettel köszöntök mindenkit, hogy ne azzal kezdjük, hogy mindenkit lebeszélünk a papagájtartásról. Na jó, ez egy, talán egy túlzás, de ugye általában az van, hogy mielőtt állattartásba vágunk, úgy alaposan érdemes mérlegelni, hogy most tényleg tudunk-e róla gondoskodni, tudjuk-e vállalni az életmód változást ezzel kapcsolatban, vagy ez csak egy ilyen állam, hogy jó, de jó lenne. Ugye ezt érdemes előbb tisztázni, mert aztán meg az állatnak lesz rossz. És hát ha valaki már mindenáron papagájtartásba fog, és persze utána néz, meg kicsit utána olvas, tehát enélkül semmiképp ne vágjunk bele, akkor is talán könnyebben tartható fajokkal lenne érdemes, tehát mondjuk hullámos papagájjal például, vagy mondjuk nimfával. A sárga homlokú Amazon, amit Misi vállán van, azért az nem kezdőknek való madár. Nagyon szép egyébként. Kartácsról mit kell tudni, Misi? Hát Kartácsról azt illik tudni, hogy idén április 8-án volt 3 éves, és ha mindent jól csinálok, és megérem a dolgot, akkor 60 évig el leszünk egymás mellett. És akkor ez így leszírólod a különböző szőröket, mert ugye a füledet is ettél így az előtt, tehát ez egy ilyen így barátságos madár, általában ezek a papagájok, hogy így a válladon így elvannak? Mondjuk úgy, hogy azzal barátságos, akit szeret. Aha. Velem így szeretget, másodnak a fülét meg kiukaszgatna. Tud beszélni, vagy valami, nem tudom, hát olyan a dolgot? A beszéd, mint olyan, nehéz megfogalmazni, hogy mi is számít egy madárnál, egy állatnál beszédnek. Nagyon jó hangutázó képességgel rendelkezik. Közel 30 szót ismer és használ is, hogyha akarja. De kikényszeríteni nem tudom belőle. Aha, és az, hogy Kartács, miért neveztitek el Kartácsnak? Ez egy ilyen kalózos vonalnak szántam, ilyen poénképpen. Régen volt egy ilyen mese, hogy a Balú kapitány, abban pedig egy régi kalóznak volt a neve, az, hogy Don Kartács. Csak ilyen repülőkkel közlekedtek az égben. Aha. Zoli, segíts nekem, hogyha valaki madarat akar tartani, egy kicsit konkretizáljuk, hogy miben változik meg az élete, vagy mire kell felkészülni. Tehát, mit tudom, hirtelen felindulásból a gyerek kér születésnapjára egy papagájt, meg is kapta, akkor ott a család milyen változásokra számítson a következő időszakban? Hát a hirtelen felindulás után várjunk egy kicsit, még az leülepszik, és csak utána vágjunk bele állattartásba. Hát azt mondanám, hogy van egy olyan jószág, akiről rendszeresen gondoskodni kell. Ráadásul ugye mondjuk, hogyha valaki egy óriás kígyót tartana otthon, akkor lehet, hogy elég néhány hetente eltetni, vagy lehet, hogy ez már jól belakik, akkor hónapban is lehet mérni a nagyobb kígyónál. De nyilván a madaraknál nem, tehát ott mindennapos elfoglaltság, és ráadásul, hogyha azt szeretnénk, hogy ilyen jó viszony alakuljon ki az állat és a gazdi között, mint amit itt Misinél is lehet látni, hát akkor ahhoz meg az kell, hogy nagyon sok időt töltsenek együtt folyamatosan. De hogy például nekem volt gyerekkorom a papagáim, hogy nagyon szemetelősek például, nem? Tehát hogy hova teszed, az fontos-e? Hol van a kalitkája? Kiengedheted-e a kalitkából például? Tehát hogy ezek mind olyan kérdések, mert hogy nagyon sokan sírtak az, hogy elment, mert elrepült, mert nyitva volt az ablak, nyár volt, meleg volt, sose jött vissza. Igen, hát erre is oda kell figyelni, de olyan is előfordul, különösen nagyobb testű papagájoknál a csőrnek az ereje is olyan, tehát azért ott a lakberendezési elképzelések egészen mások lehetnek. Már kisebb testűeknél is előfordul, hogy azért a tapétát azt megpróbálják leszedni, mondjuk egy ara papagájnál az konkrét asztalos és lakatos munkákat is tud végezni, olyan erős a csőre. Komolyan? Igen, csak nem abba az irányba feltétlenül, ahogy mi szeretnénk előzetesen. De hogy lehet tartani ilyet, csak hogy azért az már egy haladó fokozat, hogyha így mondjuk. Hát egyrészt haladó fokozat, másrészt azért ilyen papagájoknál, amik már ritkábbak, ott a természetvédelmi jogszabályok is ezt behatárolják, hogy mit lehet, mit nem. Úgyhogy azért a legegyszerűbb az, hogyha valaki eljön hozzánk az állatkertbe, mert ott mindenképpen lehet látni, tehát ez otthon nem biztos, hogy megoldható. És jó kis programjaitok lesznek egyébként a nyáron, és ez itt nem a reklámhelye, hanem tényleg olyan dolgokat csináltok, ami egy kicsit, hogy is mondjam, hát talán nem azt mondom, hogy szokatlan, de ilyen furi az állatkerthez miért. Hát amire te gondolsz, azt szerintem a koncertek. Igen. Bár ez egy érdekes dolog, mert több mint 100 éves hagyománya van az állatkerti koncerteknek, de valóban van egy zenés állatkerti esti koncertsorozat, ami múlt héten kezdődött, és mindig szerda esténként van egészen augusztus végéig. Tehát mondjuk most például Budapest Klezmerben jön hozzánk Tompos Kátya lesz a vendég, jövő héten Bényei Tamás és a Gramofonia Hot Jazz Orchestra, aztán Sárik Péter Trió, Geszti Péter, Papa Jazz, majd Malek Andrával és Szolnoki Péter, ők új fellépők nálunk. Nem zavarja ez az állatokat, ez a nagy zenélés? Az a helyzet, hogy nyilván egyrészt olyan zónájában van az állatkertnek, ahol ez működik, a főbejáratnál meg a nagy tó környékén, másrészt ebben elég komoly tapasztalatunk van, mondom, az 1800
1800-as évek óta, hogy hol lehet és hol nem, és mit lehet, mit nem. De az a tapasztalatunk, hogy volt olyan, hogy a széksorokat elfoglalták a közönség, és akkor még a páva is ott végig sétál az emberek között, elfoglalja helyét a krokodilház korlátján, és akkor na, hát már a zsiga, a páva kakas is a helyén ül, akkor már el lehet kezdeni a koncertet. Tehát így állnak hozzá az állatok. És ugye a koncerteken kívül még van más program is, mert állatos programok is vannak napközben, látványetetések, délelőttől délután féltig minden egész és fél órában van valamilyen programunk, állattréningek. Például egyébként kartácsot is meg lehet nézni, donkartácsot, nem úgy, ahogy a Misi vállán ül, hanem hogy hogyan gyűjti szelektíven a hulladékot, mert hogy ő ezt is be tudja mutatni. Nem csak népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, hanem a papagájok szellemi képességeiről is. Ott meg lehet nézni, hogy ez hogy működik, úgyhogy van egy ilyen bemutatónk is. Köszönjük szépen nektek is, meg Kartács neked is, hogy ilyen nagyon szépen nyugalmasan tűrted ezt a dolgot, és téged meg lehet nézni az állatkertben.